Na, sziasztok srácok, kacsintás, hello! Nos, a mai nap, mivel mindjárt itt a Halloween, vagyis hát mi? Holtak napja? Halottak napja? Hát, itthon halottak napja. Igen, teljesen mindegy. Máshol meg Halloween! Máshol meg Halloween! Úgyhogy beszereztünk pár Halloween édességet. Ami kifejezetten Halloween édesség. Elvileg. Van rajtuk egy szellem. De ne lőd le a pointot! Ja, nincs rajtuk. De kezdjük a kicsikkel, nem? Ez például... tessék. Ez például mi? Ez. Ez szerintem egy gránát, mert van benne egy gránát kihúzó. Ráadni vagy Deluxe, az olyan, mint a gumi, nem? Na, az tudom benni? Nem tudom. Ez gőzünk sincs mi. De szerintem ezt tudjuk ki kell húzni. Ne, rontod, hát ki kell húzni. Akkor húzd ki, én már elbasztam. Oh, ki kell húzni? Hát nem láttad, hát olyan, mint egy kihúzó. Én meg így kimondtam, de... Jó, sok iszaga van. Ez egy káré. Tudod milyen? Mint mikor a WC-n ülsz, és ilyen ja, amikor, nagyon lassan... Amikor így elcsíped a végét, hogy jön így... Csak de krémes, és akkor csak egy el van csípve. Köszönöm, hogy levizualizáltad. Az a baj, az nehéz kitörölni, mert egy elcsúszik a kezed, egy vuk. Na jó, inkább megyünk meg, mielőtt elmegy az étvágyunk. Amúgy ennyi, nekem nincs jó előérzete. Töltött? Nem, darabos. Vagy mi az? Én azt hittem sima. Golyók vannak benne. Ez a szivacs golyó, ami poliészter. Én azt... De amúgy nincs sok íze. Van benne, azt hittem egy magyarul is. Ez üttek. Ilyen a belseje. Ez nem jó. Vagy jó, de... Maga a csoki az jó, de nincs benne semmi érdekes. Szellem íze sincs. Ezt elhoztam, én nem látok semmit, basznak. Na, van még két kicsink. Nem, van több kicsi is. Mondjuk én ilyet sem láttam még. Ezt szokták, vannak ilyen videók. Tudom. Miért akartam megszagolni a csomagolást? Ez alma alakú. Ez egy páfrány van, mi halloween? Ja, halloween-osban. Alma, értem. Halloween az alma, nem. Semmi köze nincs az almának, csak szeretik az almát. Látni, hogy semmit nem látni belőle, pont rá. Az van ráírva, hogy... Hars le is. Mi az? Hars... Harse is. Az he. Ja, herse is. Micsoda? Nem, ennek rendes tejcsoki jó. A tuti töltött. Ez jó, ez finom. Ez jó. Ilyen. Ja, és csoki a alma ízű. Erre kíváncsi vagyok, hogy mi ez. Ilyet még soha éltem, mert nem láttam. De ez csak ennyi, ebből ez üveg van. Ez hogy, szerinted hogy kérdezt kibontani? Jaj, ezek benzi! Kis csoki bogyók vannak! Ezt szerintem tudod, mi mazsola? Nyuzikaka. Nem nyuzikaka, te fasz! Én amúgy tuti beletennék egy szart egy ilyenbe. Úgy beleszarnál a dobozba? Nem, hanem fognál, hogy vannak ilyen kis csoki golyós tudtok, és egy darab szart beletennénk, egy nyuszi szart, tudod? Ja, ilyen kecske bogyót, és akkor egy eszel, és akkor egy... Hoppá. De ez mi? Ez mazsola? Ez mi? Ez kemény. Mit kemény? Ez kemény? Hát nyúlik. Ez karamella. Most mi jó abban, hogy 20 percig eszel? És még mindig ráadom, mint az ötkel. De ez még az a baj, nem is olyan, mint a rendes karamellán, hanem hogy ráharoszok, akkor kifolyik így az oldalra fogadkozik, és nem is fogy el. Kihúzom a fogamat. Hú. Ez nem jó. Nem, ezt rágni kell egy darabig. Nem, mennyire megy be, nem, de azt tegyük el. Ne együk már mindent, mert amúgyis már mindjárt megpushadok azt. Jaj, milyen kevés, azt már most nem kell több. Kell. Hogy ne kéne? A videó kedvéért bármit, bástya. 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 Na, a következő egy... Hát sima... Eredj már, ez is izé. Ez egy ilyen pici Milky Way, de mivel Halloween, ezért ne, ez karamella. Az a rájva, hogy Milky Way bár. Szóval ez egy egész nagy bár. Ne képzeld kicsinek. És izé... Karamellás almás. Karamellás almás. Ah, ennek is jó illata van az. Ezek az almás, tudsz ki? De ugye Halloween, mi köze van az almának? Ilyenkor rohadnak hát, meg, vagy mi? Nem tudod, ők szoktak izélni ilyen
hordóból, kihar, vizes hordóból kiharapni almát, meg kicsit miért. Meg ez az izé menő, tudod, ez a náluk a burzsújban, nem a burzs, ez más, mi ez? Bursli, vagy bursliban, vagy mi a faszom? Ilyen izék, tudod, ilyen karamellással. Azt fogod bekapni. A bursslid? A bursslim. De miért szedett? Mert nem tudom, milyen az állaga, hogy valaki láti. Hát, mint egy Milky Way-nek. Amúgy te ettél már... Mióta nem ettem Milky Way-t, geci? Almaszaga van! Fahéjas almaszaga van! Szagod meg! Kajak. Ó, ez süti szaga van. Olyan íz van, mint amikor... Mint egy almás sütőn. Van egy fahéjas léfrissítőm, fahéjas alma karácsonyi, és mint hogyha rágnám a léfrissítőt. Tényleg olyan íze van? Hozom már egy igazi halloween-est, azt a szellemet. Jó. Csak hogy... Hát mi van rajta? Peeps, marshallow, ghost. Ebben három van. Marsalló. Hát izé, nem pillecukor, májócukor. Máj. Akkor ezt be kell gyújtani, nem? Vagy de ez cuki, ez aranyos, ez... Hát, kurva. Na, most talál valamit. Így jobban a fogalmat. Jó, akkor látszani. Csellak, a terminátorok. Ez, a lelkek. Ez gecire cukros, be van cukroz, mint az állat. Sőt, egyet vegyünk meg. Mit szólsz? Jó, úgy jó. Mert... Nézd meg, milyen... Ez geci cukros. Mi kell, a feje vagy a segge? Jó vagy a segge. Nem. Ez egy szivacs. Egy cukrot a szivacs darab. Szerintem ezért van becukrozva, mert semmi íze. Az itthoninak jobb íze van. Szerintem ez nem kell megsütni? Vagy ilyenek? Ezeket meg szokták kint sütni Amerikába. Ja, ezek amerikai cuccok. Nem, ott megsütik, nem? Ez nekem nem jó. Én mondom, nem szeretem a féle cukrot. Eszed, az csak... De mondom, azt megsütik, tedd oldalra. Ezt meg kell sütni. Tuti, meg kell sütni. Na ez! Ez még... Ez egy Nestlé-s cucc. Az más. Azt ja, tetsz. Basszus. Akkor azt elfelezzük. Nestlé Clay. Na mondjad, mi van rajta? Ez. Tedd bele a prébe. Playback. Smooth and crunchy peanut butter cups call. Butterfinger. Úgy mondod, mint hogyha japán lenne. Nestlé csinálta, basszus. Jó van. Hangyos hangja! Ez jól néz ki. Ez van. Nagyon bassza meg. Koponya van rajta. Ilyet sem láttam még, amúgy sohasem nem. Ered már, milyen jó! Ez szagol már, hogy milyen magyarús. Olyan, mint az a gadi chips a kóbból. A Cheetos, az magyarús. Magyarús ez de nagyon, ez a magyarú. Mert így. Amúgy ez jó, mert ez jól néz ki. Na most ezt hogy felezzem el? Hát, hozzak egy kést. Megoldom, básti. Ja, tök színe van. A narancssárga. De nem az a magyar, az az igazi narancssárga. Jaj, mert ebben igazi magyaróval lesz, amerikai. Ja. Tudod, nem magyaró, nem Nutella, meg izé. Kaják meg puha. Nem merek vele arra. Ez kurva jó, egyed már. Ez jó, te fasz! Igen, ebbe az a sós magyaróval van. Ja. Ez az igazi. Ahogy ezt képesik kicsit, tök sok cucca van benne, nem? Mert hogy van súlya, nem? Karamella is van benne. Na jó, ha ez is... Ez egy sima Twix, csak szellemes. Ha ez szellem alakú, az akkor jó. Hogy lenne szellem alakú? Hát a koponyából kiindulva. Koponyányi monyó. És mi van benne? Szellem van rajta! Ez jó, szellemes vagy. De szerintem ez sima Twix. Nem hiszem, hogy bár... Ez a sima szerintem. Karamell... Milk csokolate. Aha. Sima Twix. Ez a klasszikus. Nem vagyok oda a Twix. Csak nem szereted a Twixet se? Milyen csokit szeretsz? Az összeset, amit csak legyen édes. Hát a Twixben van... A Twix az nem csoki, mert van benne egy keksz. Kekszet akarok enni, veszek kekszet. Csokiba csoki van. De nem bírom megedni, hogy a faszba bírod megedni? Még nem, csak nem is reggeliztem. Azt már... Én is, ja. Én nem akarok cukormelyegezést kapni, csak mit teszem a dobozába. Meg fogok dögleni, bazd meg. De miért még van egy fár izé? Az mi? Ez fehér csoki, ez a kedvencem. Miért ezt kezdtük a végére?
ma nem bírom. Na, együk meg. Ez mondjuk, nem mondjuk ilyet sem láttam még soha. De ez is izé, ez a hersely. Ez valami ilyen ott kint, valami izé volt, vagy márka. Szerintem izé. Nem tudom. Ez nem. Izé, és ez a candy cornos. Húzza meg, amúgy meg kicsit. Candy? A candy az jó. Az de jól néz ki! Azt a kurva eget. Ezt beleszagolsz, azt már izé. Diabétesz. Ugye? Ennek izé, ennek... Vattacukor. Ne vattázz. Ez vattacukor. Ez kurva jó, de én nem eszek meg ennyit, adj egy kockát belőle. Jó. Ilyen. Nagyon jól néz ki. Nem tudom mennyire látni ilyen... Úgy fordítsd, hogy a fény jól legyen. Jó, próbálom úgy fordítani. Hát nem látni sokat, de... a fénytűrése rossz, adj egy kockát, majd én bemutatom. Ja. Az a lényeg, hogy... Na, most igen, úgy, igen. Álljál. Másik irány. Így. Bazd meg, ez nagyon... Bazd meg. Vannak benne ilyen candy. Ez tényleg így beleszagolsz, azt így... Hoha! Cukor! Én ettől félek egy kicsit, hogy ez nagyon tevény édes. Nem eszik én is csak a fehér csoki mindig édes, de... Nincs is így... Tudom, milyen íz van? Annyi zont, hogy tejnek. Mondjuk egy fehér csokinak tej íze van alapból, csak... Te érzed benne azt a valamit? Mert nem tudom, annak milyen ízének kell lenni. Ez jó. Nem? Nem rossz, de... Hát többi után olyan... Nem, ez jó. Nem tudom, ez nekem már nagyon édes. Ez pont ezt akartam mondom, megeszem, de... Tessék básti. Ez jó. Ez olyan, ebből bírnék enni akármennyit, mert olyan geci édes, hogy kiesik a szemem. Hát ez, igen. Ez pont olyan édes. Egy édesség legyen édes. Jaj, együnk édességet, de tegyünk bele sót, mert a só az jó. Tessék, valami sós. Az nem lesz sós. Hát de nem csokis. Nem az, nem a negrós csávó? Mi van? Az a negrós csávó? Ez nem kéményseprő, te fasz! A candy cornos kéményseprő. De ez miért lenne candy corn, te fasz? Ez egy chips. De kéményseprő van rajta. A negrós csávót búrálták meg. Ja, és ez izé... Hand cooked sweet onion. Egyik hát meg. Izé, milyen hagymás tejfölös lenne. Hát azért nem olyan, mint egy izé... Nem az a hagymás tejfölös, azt mondod? Még durva, nem? Ennek izé szaga van. Láb? Lábszaga van? Amúgy homlokod... Nem, olyan, van az a... Van a... Akkor lemész pincébe, az meg van rohadva a krumpli. Takaradj már! Te karácsonyi faízű légfrissítőt eszel, meg... Rohadt krumplit. Szerinted, Bástya? Nincs is íze. Egyébként olyan íze van, mint egy sima burgonya chipsnek, amit kb. Otthon csinálsz, egy jó fűszerkeverékkel, ami nem erős. Egy hagymás fűszerkeverék, ami nem erős. Gumicukor! Vampirésztől gumicukor-e? Ja, amúgy nem, mert azt mondja, hogy boszorkány fogok. Miért lenne boszorkánynak vámpírfoga? Ez kemény. Hülye, eltört! Beteszed van, légy szíves. Csináld meg. Nem ad a tetbet, ja. Fasz! De az egyik kisebb, mint a másik. Mondjuk nekem is, de... Az van, hogy nekem négyen fikkje van. De ott tegyem be? Nem tudom. Elromlott annyi másikat. Megeszem. Edd meg. Amúgy szerintem ez is geci édes. Ez jó. Igen. Erre egy más tényleg jó. Na, igen, jó. Vámpír vagyok. Nem esett ki. Jajisten. Láttam, hogy nem esett ki. Na mondd el, hogy milyen íze van. Nem tudom. Hát milyen íze van. Szerintem amúgy alapból ilyen az hagyományos régi, vagy ez a candy corn, amit most meg tudok mutatni ezen. Hát ez szerintem ilyen alapból az íz.
ennek a változatának a sima. Így néz ki az eredeti. A Candy Crush. Mi a faszom az? Hát ilyen, ez a cukor. Amerikában van, ez a cukor, ez a létezik. Ja, ez a, ez a, amikor mennek a buzik, nem láttam még ilyet. Csak itt vagy csalog! Igen, csak itt vagy nyalog. Ja. Na, Csoki! Hát ez, ez a klasszikus. Na, ez egy M&M's, ugyanilyen candy cornos. És miért van egy barac? A candy corn az, az kukorica, nem? Kukorica a corn, igen. Hallottam, hogy miket kustunk. Hát ez nincs kukorica íze. A kukorica itthon veszek kukorica ízű cukrot, és kb. Behányok tőle, olyan íze van. Fehéret is akarok, meg narancssárgát. Szerintem ez direkt ilyen színű. Miért a kukoricának három színe van? Aha. Ez még romlott? Nem, ez a klasszikus. Ez még romlott. Ez nem, ez a klasszikus izé. Ez sima mödömö. Mödöm. Na már ez is geci édes. Hú. Igen, hú. Ez olyan, mint a fehér csoki. Ez ennek candy corn íze van. Nem, nem olyan, mint a fehér csoki. Ez olyan íze van, hogy ebben még egyet megeszek, szerintem ide hányok. Meg azt, hogy még egyet hát hányok. De mondjuk ezzel meglepődtem, én azt kukori, hittem. Ez rohadt finom egyébként. Ez olyan, ez, hogyha valaki meg akar kóstolni valami amerikai valamit, akkor vegyen egy ilyen M&M-et, az biztos, hogy mindenki meg fogja tudni enni, M&M's. Mert ezt szereti. M&M's. És ennek lesz jellegzetesen olyan íze, amilyet akarsz enni, hogyha bele akarsz harapni egy amerikaiba. Halloweenkor. Érted. Mert akármikor beleharapasz, csak Halloweenkor nem néznek hülyének, mert akkor vámpír vagy. Hát tényleg. Az kitűlsz, az a, amikor izé, menstruál a zebra a tévében. Zsiráf? Amikor szarik a zsiráf? Nem, megfejí. Ja tényleg. Na. Ez a copy M&M, ami lehet, hogy hamarabb volt egyébként. Simán kinézem, hogy ez hamarabb volt már, mint az M&M egyébként. Hasonlít, vagy annyiban Halloween-es, legalábbis a zacskója, hogy ott van egy üst. Na mondjuk szerintem ez, mert én azt hittem... Szerintem ez sima ízű lesz. Szerintem, és én azt hittem, hogy az M&M-sz is sima lesz, sima ízű, csak... Az M&M-ek rengeteg ízben vannak, mentolosban, mindenfélében, kurva. Na jó, de meglepődtem. Az M&M-ek nagyon-nagyon jók. Azt mondom, hogy ez geci édes. Itthon nincs presztízsem, mert van kétféle, a magyarós meg a csokis. Azt kb. Ennyi. De Amerikában mindenféle íze egyes van. Ez olyan jött. Ez ragad. Ilyen, ez kicsit. Nem ettem még szerintem akkor. Aha, ez ilyen. Akkor ez eredeti? Beleragadod a fogalmat! Meghalok! Ez amúgy szerintem sima. Ilyen íze van? Hát ennek vízi íze van. Édes, kicsit. Azt mi? Kings? King? Ó, azt a kösz, geci! Pumpkin! Fúj, csütőtök íze lesz? Nem tudom. Ide hányok. Ja. Ez olyan lesz, mint a... Mint ez. Mint a koponyás. Fúj, nem már. De, ez kurva. De fehér csokis, az jó. Egyet, a fehér csokis jó. Fehér csoki jó. Tanuljátok meg a fehér csoki jó, mert az a legkárosabb egyébként. Minél fehérebb egy csoki, annál dagadtabb. Ó, nem, azt hittem, hogy tök alakja van. Ez csak egy nagy fehér geci. Tök alakja van. Fordítsd meg, lefele feje nézed. Ne a hátulját nézd! Várj, mert már ez olvad, mint a szar. Törd el azt adira felé. De letörd el, akkor nem látják a punkinulakot. Na, ez olyan, mint a... Olyan lesz, narancsága a belség. Ez gányol olvad? Igen, én is leszem. Ah, gecétek is megint a tömény magyaró szaga van. De hogyha valaki meg akar halni, mert magyarországiás, szagolja meg. Már abban meg fog halni. Ó, bazd meg a tömény. Ez sokkal jobb, mint az a másik. Nekem az jobb. Ez jó. Nekem. Sokkal, hát nagy, ez ennek olyan íze van, mint egy... Mert rendes porhanyós a közete. Egy tömény igazság. Ez jó, csak most ezt megint meghalottam. Igen, szerintem egy vércukorszintet kellett volna nap elején, meg így 10 percek később. Ez amúgy szétdülök most, vagy az energiatartó van, de nem hiszem. Ja, és két... Na, ez is az a karamellás almás valami. Mi ez? Mi ez? Little Pony. Mike and Ike. Jó, tetszik a neve. Ez jó.
Hát karamellás almás. Szerintem ilyen kicsi cukrok lesznek. És két fajta van. Van a karamellás, meg az almás. Nem gondoltam, hogy a karamellás alma az egy durva, hogy karamellában meg almában. Nem gondoltam volna, mit testrész? De ezt úgy jó enni, hogy csináljuk? Együnk egyet külön-külön, vagy külön úgy, más ízű tegyünk. De ez úgy jó, ha külön benne, teszed. Mutasd meg. Hát így néz ki. Külön van az almás, meg a... Jaj, mert... De ezek olyanok, mint a Finer Fingerek. Csak almás jött ki. De aranyos. Ennyi. Ez kemény? Nem, mert szocke rágni. Ez izé, nyúlik ez is. Szét lehet törni. Tudod, mert kezdve kéne is rosszul lenni. Ez meg itt ragad. Tudod, hogy nincs íze? Nincs íze. Ez a... Kész egy rugalmas papírt. Tessék, az így... egész jól, miért van? Semmilyen. Tényleg nincs íze. Az elején van körülbelül 3 másodperc. Amíg lejön a burkolat róla. Igen. Amúgy tényleg nincs íze. És az almásnak? Az almás se jobb, de a karamellás... Nem kell több! Ja? Megtöglök. Az almás az jó, a savanyú. Aha, 3 másodpercig. Ja. Tényleg elment az ide. Jó, neked mi volt a kedvenced? Tudod mi? Ez. Az? Nem ez? Az is jó. A fehér csokisak, mert én imádom a fehér csokit, de csak azért igazából. Ez a tömény mogyoró ízű fehér csokis cucc. Pumpkinnal. Meg ez a candy cucc, mert ez jó. De egyébként elmondom őszintén, hogy azért volt ez a kedvencem. A sima M&M, ami... Már 3-at mond. Most nem, azokat csak azért szeretem, mert az a kedvencem. De ezt kóstoljátok meg, mert ennek lesz tömény amerikai íze. Ennyi. Ha meg akartok kóstolni, hogy milyennek ezek az ízek, azt kóstoljátok meg, és nem is kell több. Nekem ez jött be. Ez a koponya. Nem látni, mert már ki van. Az a másik tömény magyaró. Az is az rendes magyaró krém, az izé, a sok... Ekkora kis csoki, de tök nehéz, mert tele van cuccal, vagy meg nem úgy, hogy most veszel egy ekkora csokit, megeszed azt, hogy nem is ettem. Azt megeszed, azt elég is, igen. Ez a tömény, mondom, ez a só, abba az a sima vajas csoki, amiben ez az amerikai sós magyaró krém van. Teljesen jó. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk, meg hogy megnéztétek a videót. Iratkozz fel, lájkold, ilyenek, Ittestike, meg én, ő. Hát nagyjából. Ennyi. Esetleg, ha... Nem beszélj, csajos, mit akarsz, na mondjad. Hát, hogyha valamelyiket esetleg kóstoltátok, akkor nyugodtan leíratjátok, hogy nektek mi a véleményetek erről, vagy hogy ti mit tapasztaltok. De most nem szóltam ki az ágyra. Kicsit se. Na, szóval köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!